Kincsek és könyvéből Írta Elet József Wagoner 40. rész Erő a tehetetlenek számára Wagoner prédikációja meghallgatható az adventizmus megrázása Spotify csatornán. Ézsaiás 40. rész 25-től 31-ig tartó versek kihez hasonlíthatnátok engem, hogy egyelő volnék vele, mondja a Szent. Emeljétek a magasba szemeteket, és nézzétek, Kiteremtette ezeket. Aki előhúzza szám szerint seregüket, és minnyájukat nevén szólítja. Nagy ereje és erős hatalma miatt egyikük sem marad el. Miért mondod, Jákob, és miért szólsz így, Izrael? Rejtve van az Úr előtt utam, és Istenem figyelmét igazságom elkerüli. Vajon nem tudod, vagy nem hallottad? Örökivaló Isten Jehova, aki a föld határait teremtette. Nem fárad el, és nem lankad el. Bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ad a fáradtnak, és az erőtelennek megsokasítja erejét. Elfáradhatnak a fiatalok, és ellankadhatnak. Az ifjak is megbotolva eleshetnek. De akik Jehovában bíznak, új erőre kapnak. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak el. Járnak, és nem fáradnak el. Már az előző fejezet versei bemutatták az ember gyengeségét és jelentéktelen voltát. Istenhez képest az ember kevesebb a semminél, hiába valóság. Minden nemzet együttvéve csak olyan, mint a finom por a mérlegen, amely nem képvisel érzékelhető súlyt egyetlen tárgyal szemben sem, és túl kicsi ahhoz, hogy lesöpörhető lenne. Isten lehelete szétszórná az egész emberi fajt. És mégis éppen ezek az emberek azt tervezik, hogy Isteneket csináljanak maguknak, vagyis azt feltételezik, hogy a menyei Isten képmását készítik. De mindaz, amit az ember alkot, alacsonyabb szintű saját magánál, ezért a készített Istenei semmit sem érnek. Ki tudná az igaz Isten képmását elkészíteni? Isten úgy nyilatkoztatta ki magát Izrael fiainak, ahogyan egyetlen más népnek sem tette. 5 Mózes 4 7. Arról az időről, amikor az Úr a Sinai hegyről szólt. Mózes így tett bizonyságot. A szavak hangját ti is hallottátok. Csak a hangot hallottátok de alakot nem láttatok. Őrizzétek meg tehát jól a lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor a tűz közepéből szólt hozzátok az Úr a Hóreben. 5 Mózes 4, 12. és 15. vers Senki sem látta Istent, hogy képet tudjon készíteni róla. Bármilyen képet is készítene valaki, feltételezve, hogy az Isten képmása az csak az ő agyszüleménye Isten hatalmáról és tulajdonságairól. De ha az emberek használnák az Istentől kapott értelmüket, és megtanulnák a teremtés legelső és legegyszerűbb leckéjét, azonnal belátnák, hogy mennyire lehetetlen az élő Istent bármilyen módon is ábrázolni. Hogyan is lehetne ezt megtenni, amikor ő mindenben ott van. Ő tölti be az eget és a földet. Minden teremtett dolog az ő örökkivaló hatalmát és istenségét tárja fel. A rózsa vagy a szivárvány minden árnyalata egy keveset mutat az ő arcának szépségéből. Isten ábrázolásához össze kellene gyűjteni az egész világegyetemben az erő és a szépség minden egyes kifejeződését. És még akkor sem rendelkeznénk Isten ábrázolásával, mert az, amit megszereznénk, halott lenne. Isten pedig maga az élet. Senki sem tud képet készíteni az életről ezért nem lehet elkészíteni az Isten képmását sem. Isten van, és rajta kívül nincs semmi. De az embereknek szükségük van valamire, hogy Istenre emlékezzenek, valamire, ami segíti az áhítatukat. Mondják egyesek, hogy mentegessék Isten képmásainak készítését. Nagyon igaz. És mivel ez így van, Isten gondoskodott erről. Gondoljátok, hogy Isten az emberektől függ, hogy emlékoszlopot állítson magáról? Vajon Isten olyan figyelmetlen volt, hogy megfeledkezett az emberiség ilyen fontos szükségletéről? Micsoda rágalom Istenre nézve ezek az áhítati segédeszközök emeljétek fel szemeteket az égre, és nézzétek meg Isten újainak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket ő alkotott, és ott mindig megtaláljátok az áhított segédeszközeit. Valaki azt mondta, hogy a hitetlen csillagásznak őrültnek kell lennie. Miért? Mert aki szüntelenül az ég felé fordítja tekintetét, kutatva mélységeit, szemlélve rendkívüli szépségeit, látva az általa hirdetett dicsőségét, és mégsem imádja teremtőjét. Annak az embernek értelem nélkülinek kell lennie. Valóban így van ez mindenkivel, aki nem imádja a mennyek Istenét. Aki nem ismeri el, és nem imádja az igaz Istent, az értelmetlenebb, mint az ökör vagy a szamár. Ézsaiás első rész, második harmadik vers. Ezen felül Isten nekünk adta a szombatot, amelyen különleges módon kell megemlékeznünk az ő kezemunkájáról. Isten teremtett művei az ő hatalmának és jóságának emlékművei, és a szombatot, a hét utolsó napját, a teremtés műveinek szemlélésére hagyta, így senkinek sem kell megfeledkeznie Istenről. Isten rengeteg segítségről gondoskodott az áhítathoz. Ha mindenki hűségesen megtartaná a szombatot, Isten dicsőségének ismerete betölteni a földet. Úrunk, Istenünk, mi felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. 8. Zsoltár, 2. vers Ő kiterjeszti seregüket számuk szerint. Elrendeli a csillagok számát, és nevet ad minnyájuknak. 147. Zsoltár, 4. vers Hány csillag van? Csak Isten tudja. Nézz fel egy csillagos éjszakán, és eltévedsz, ha megpróbálod megszámolni őket, bár csak néhányat látsz közülük. Látogass el egy csillagvizsgálóba, és a gondnok a hatalmas távcsövet az ég egy olyan részére fordítja, ahol a szemed semmit sem lát. Nézd meg, és napok seregét látod ott ragyogni, ahol látszólag semmi más nem volt, csak üres tér. És mégsem merítetted ki az összes lehetőséget. Bár az olyan gondolat, hogy megpróbálod megszámolni őket, az őrületbe kerget. A távcsővel nem látunk többet, ezért a fényképezéshez folyamodunk. Ráveszük a csillagokat, hogy elmeséljék a saját történetüket. Egy érzékeny fémdarabot órákig exponálunk, és a fény, amely a végtelen távolság miatt, még a távcsővel is túlhalvány ahhoz, hogy meg lehessen számolni. Fokozatosan gyűlik, még végül egy apró pöttyöt alkot. Így szerzünk képet arról a térről, amely még a legerősebb távcsővel nézve is üresnek tűnik. És lám több ezer folt van, amelyek mindegyike egy-egy csillag jelenlétét jelzi. Ha ugyanezt a folyamatot az égbolt bármely részén elvégeznénk, ugyanerre az eredményre jutnánk. Látjuk tehát, hogy a csillagok, amelyek létezését az ember képes észlelni, ezerszer többen vannak, mint amennyit szabad szemmel látni lehet. De még nem értünk a végére nincs több okunk azt feltételezni, hogy a távcsövünkkel vagy a fényképezőgépünkkel elértük a határt, mint annak a gyermeknek, aki azt gondolja, hogy a horizonton túl nincs semmi, és a szeme elérte a világegyetem végét. Minél erősebb az az eszköz, amelyel az égre nézünk, annál nagyobb a végtelen mélységek sejtése. Biztosak lehetünk tehát abban, Hogyha a távcsövünket és a fényképezőgépünket a legtávolabbi csillaghoz vihetnénk, és ugyanabba az irányba néznénk, ugyanazt tapasztalnánk. És így tovább, és így tovább a végtelenségig. Teljesen elveszünk egy ilyen végtelen teremtés szemlélésében, és csak annyit tudunk mondani, mi számtalanok a műveit, uram, mindegyiket. Bölcsen alkottad. Most már van némi fogalmunk a menyei sereg kifejezésről. Ő, aki előhozza seregüket szám szerint, néven szólítja minnyájukat. Azt mondják, hogy Cézár név szerint ismerte az összes embert, aki a parancsnoksága alatt állt. Ha ez igaz, akkor ez csodálatos teljesítmény volt. Kevés ember tudta megjegyezni ennyi ember nevét. Pedig csak néhány tízezer volt. Míg Isten seregének száma több tízezer milliárdra tehető. Egy hatalmas nyájhoz hasonlíthatnánk őket, amelynek Isten a pásztora. Ahogy a pásztor keleten egész életét a nyájával tölti, és mindegyiket ismeri. Úgy Isten is ismeri minden egyes csillagának nevét. És ahogyan a pásztor éberen örködve, a vadállatoktól minden egyes juhát biztonságban tartja, úgy Isten is hatalmával és bölcsességével őrzi a csillagok seregét, hogy egy se hiányozzon közülük. Az ember azt hiszi, hogy munkája nagy, pedig e Földnek csak egy nagyon kis részével van dolga. Ahhoz képest, amit ezen a földön láthatunk, az ember munkája jelentéktelen. De mit mondjunk, ha mennyet tekintjük? Milyen hatalmas, felfoghatatlan munka van Isten kezében. És Isten szó szerint a kezében tartja ezt a munkát kezével kifeszítette az eget. Ezek az ő újainak művei. Mi tartja helyükön ezeket a hatalmas égitesteket, hogy ne ütközzenek egymáshoz, noha mind állandó mozgásban van? A gravitáció, mondják az emberek. Gondoljunk például a naprendszerünkre. Az emberek kihagyják Istent a számításaikból, és úgy beszélnek, Mintha kifejtett erő, az égitestek eredendő tulajdonsága lenne. Azt mondják, a nap tartja a bolygókat a pályájukon. Nagyon jól tudjuk, hogy mivel Isten örök ereje és istensége látható mind abban, amit alkotott, a napban és minden más égitestben is van erő. De ha gondolkodunk, biztosak leszünk abban, hogy ez egyedül Isten ereje. Nézzük meg a földet, amint a nap körül körülkering. Rendkívüli gyorsasággal távolodik a naptól. A többi bolygó vonza a földet, mondják a tudósok. Miért áll meg a föld a pályáján, és fordul vissza a nap felé? Ó, a nap vonza. Igen. De miért nem tartja meg a nap, hiszen ugyanannyi ereje van, amikor a föld elfordul tőle, mint amikor visszafordul felé? Miért engedi tehát, hogy elforduljon tőle? Erre a kérdésre nincs más válasz, mint az a kijelentés, hogy Isten keze irányítja a dolgokat, amelyeket ő teremtett. Isten személyes jelenléte tartja fenn és irányítja műveit. Az a tény, hogy a csillagászok ki tudják számítani a különböző égitestek által kifejtett relatív erőt, és meg tudják mondani, mikor várható, hogy valamelyik bolygó vagy csillag egy adott helyen lesz, egyáltalán nem semmisíti meg azt az igazságot, hogy Isten az, aki személyesen munkálkodik. Véletlen erő nem létezik. Van intelligencia, amely minden erőt irányít. Isten nem hagyta, hogy a művei gondoskodjanak magukról, hiszen akkor hamarosan káosz lenne, ha ő nem munkálkodna. Nem, ő maga felügyeli, és hatalmas szobával fenntartja a mindenséget. Mi tehát a következtetés? Az a gyakori panasz, hogy Istennek túl sok mindenről kell gondoskodnia ahhoz, hogy a mikis gondjainkra figyeljen? Ó, ostoba és vak hitetlenség! Miért űzik el az emberek makacsul a vikasztalást? Miért mondod ezt, Jákob? Miért szólsz így, Izrael? rejtve van utam az Úr előtt, és nem gondol ügyemmel az én Istenem. Hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr, aki a föld határait teremtette. Nem fárad el, és nem lankad meg. Kikutathatatlan a bölcsessége. Ha nem hallottad, akkor figyelj az égre, és tanulj. Ki az, aki megveti e szerény kezdet napját? Bizonyára nem Isten, aki figyelmezteti az embert az ilyen ostobaságra. Éppen azért, mert Isten nagy, képes a legpontosabban számon tartani az ügyedet. Egyetlen részlet sem kerüli el az ő figyelmét és gondoskodását. Aki a csillagokat számon tartja, az a fejed hajszálait is számon tartja. Máté 10-30. Tegyük fel, hogy itt van közöttünk egy nagy matematikus. Ő a legnehezebb számításokat is el tudja végezni. A nagy számokkal könnyedén megbirkózik. Valaki megkérdezi tőle. Tudja, hogy kettő meg kettő az négy? Ó, milyen ostoba kérdés. Persze, hogy tudja. Hát azt hittem, hogy olyan nagy dolgokkal foglalkozik, hogy ilyen kis dolgokkal nem tud foglalkozni. A nagyobb dolgok ismerete magában foglalja a kisebbek ismeretét is. A nagy dolgokhoz való erő magában foglalja a legkisebbekhez való erőt is. Mennyire meglepődünk, ha a Föld nagy tudósait egyszerű dolgokban járatlannak találjuk. Lehetséges, hogy ezt nem tudod? kiáltjuk csodálkozva. De senki sem tehet fel ilyen kérdést Istennel kapcsolatban. Az ő bölcsessége kifürkészhetetlen. Senki sem tud a végére érni, hogy olyasmit találjon, amit Isten ne tudna. Ő az örök kivalóságban lakik, így a végtelen legyen az nagy vagy kicsi, az mind benne van. Minden hatalom és bölcsesség az övé hiszen ő a mindenség teremtője. Erőt ad a megfáradtnak. Mindez a gyönyörködés Istennek a mennyben megnyilvánuló hatalmában csak egy része annak a víkasztalásnak, amelyet Isten szerint népinek kell hirdetni. Nemrég olvastuk, hogy Isten számon tartja a csillagok számát, és mindegyiket nevén nevezi. Most olvassuk el ennek az összefüggéseit, és lássuk, hogyan erősíti meg ezt a kijelentést. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti a szétszórt Izraelt, meggyógyítja a megtört szívőeket, és bekötözi sebeiket, elrendeli a csillagok számát, és nevet ad minnyájuknak. Nagy a mi urunk, és igen hatalmas. Bölcsességének nincs határa. 147. Zsoltár, 2-től 5 tartó versek. Tehát mindez a hatalom, amely a számtalan csillag megszámlálásában, megnevezésében és fenntartásában nyilvánul meg, az a hatalom, amelyel Isten bekötözi népesebeit, és meggyógyítja a megtört szívőeket. Az ő gyengétsége a megtört szívőek gondozásában egyenlő az ő hatalmával, amelyel fenntartja a világegyetemet. A pogány közmondás így szól. Isten megsegíti azokat, akik önmagukon segítenek. Az ördög így próbálja elbátortalanítani az embereket. Minden ember tehetetlen, és minden ember életében van olyan időszak, amikor teljesen tehetetlennek érzi magát. Isten azt szeretné, ha mindannyian mindig így éreznénk. De amikor az emberek ebben a tehetetlen állapotban találják magukat, a pogány közmondásra gondolnak, és elveszítik a bátorságukat. Az igazság az, hogy Isten azokon segít, akik nem tudnak segíteni magukon. Mert Krisztus, amikor még erőtelenek voltunk, a Maga idejében meghalt az Istentelenekért. Róma 5-6. Mert az én erőm a gyengeségben lesz teljessé. 2. Korintus 12-9. Isten a gyengeség által teszi erőssé az embert. Zsidók 11. rész, 34. vers. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Ő sokasítja meg az erőtlennek erejét. Ezt úgy teszi, hogy önmagát adja nekik. Mert Isten az, aki munkája bennetek, mind az akarást, mind a véghez vitelt, tetszése szerint. Gondoljatok csak bele. Az az erő, amely az égen megnyilatkozik, amely a bolygókat és a csillagokat irányítja a pályájukon. Ugyanaz az erő munkálkodik bennünk is. Az égbolt által kinyilatkoztatott minden erő értünk van. Ezt mutatja az a tény, hogy önmagát adta értünk. Önmagát tette kockára a mi üdvösségünkért. De a világmindenség is miatta létezik. Az a hatalom, amely az egész teremtésben látható, az ő hatalma, ő maga munkálkodik. Ezért, amikor ő önmagát adja nekünk, a világegyetem minden erejét nekünk adja. Hát nem érdemes felnézni? Szeretnél egy kis áhítati segítséget? Akkor néz fel! A fiatalság az erő és a kitartás szinonimája. Azonban elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Az ifjúság kitartásának van egy határa, Sőt, az idő még a fiatalságon is átvonul, és vele együttjön a gyengeség és az erőtlenség. De akik az úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Figyeljük meg az ifjúság és a kor közötti kontrasztot. A fiatalok elgyengülhetnek, de akik az urat várják, bármennyire idősek is, erejük megújul. Isten örök életet ad mindazoknak, akik bíznak benne, ami azt jelenti, hogy részesülnek az örök élet előnyeiben. Az örök élet jellemzője pedig a fiatalság. Megújul önmaga által. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekszik, mint a cédrus a Libánonon. Az úrházában vannak ültetve, Istenünk udvaraiban virulnak. Még vén korukban is teremnek, dúsak lesznek és zöldelni fognak. 92. zsoltár 13-tól 15-ig. Ez az élet csodája! Akik várják az urat, minden útjukon elismerik őt, tőle függnek, naponta friss táplálékot kapnak kezéből. Ő megmutatja nekik az élet útját, és vezeti őket rajta. Megmutatja, hogyan éljenek, hogyan egyenek és igyanak a helyes módon, hogy megújuljon az életük. Mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, mivel megvan benne a jelenvaló és az eljövendő élet ígérete. Egy Témótaus 4-8. A keresztény életben csodálatos lehetőségek rejlenek, amelyek nemzedékből senki értelméhez még nem jutott. Kik azok, akik megengedik Istennek, hogy a testükben mutassa meg, mit tud tenni azokkal, akik bíznak benne? The Present route, 1899. szeptember 28.